A közösségépítés minden település életében fontos. Ehhez pedig olyan eseményeket kell szervezni, ami sokak érdeklődését felkelti. Így van ez Nakon is, ahol a helyieknek lehetősége adódott a vesszőfonás technikájának elsajátítására. A településünk is csatlakozott ahhoz a Nemzeti Művelődési Intézet által meghirdetett online szakkörhöz, aminek segítségével megismerkedtetnek a népi mesterségekkel. Ez egy 20 alkalmas foglalkozás. Úgy hirdettük meg, de akkora volt az igény, hogy többszörös túljelentkezés volt, úgyhogy nem nagyon mondtunk senkinek nemet. Hát most azt hiszem heten vagyunk, de egyébként sokkal többen vannak, és hogy a csapattagjai nagyon lelkesek. Az első órák azok január közepén kezdődtek, ott a veszőhajtogatás és a gúskarika készítés volt, és akkor folyamatosan haladunk a tananyag szerint. Hát felkértünk egy helyi hölgyet, aki segít nekünk, mert a videók alapján elég nehéz elkészíteni, és akkor ő önként eljött ide és segít nekünk. A polgármesteri hivatal egyik terme ad helyet a szakkörnek, ahol a folyosón már órákkal a 2,5-3 órás foglalkozás előtt áztató ládába helyezik a vesszőket, hogy dolgozni tudjanak vele a szakkör résztvevői. Foglalkozások előtt mindig be kell áztatni a vesszőket, ezek egy amerikai fűzfa vesszők, ezt is kaptuk a Művelődési Intézettől, igazából 5 személynek való anyagot, alapanyagot kaptunk. Az ismeretek folyamatos bővítése a célunk, nagyon jó hangulatban zajlanak az oktatások. Mindig megbeszéljük, hogy milyen alkalommal legyen, hogy kinek hogy jó. Most a héten egyébként szerdára esett a választás, de általában a hétvégére próbáljuk, hogy mindenkinek jó legyen. Hát most ilyen 8:30-9 óra lesz, mire végzünk. A településen igyekeznek minden alkalmat megragadni, amellyel meg tudják mozgatni a helyieket. A Covid alatt elmaradtak rendezvényeink, elég kevés rendezvény volt, nem nagyon mertük, és akkor most próbáltuk, hogy összehozzuk a lakosságot. Vannak egyébként a településen új lakók, és ők is részt vesznek egyébként ezen a tanfolyamon, és akkor így megismerkedhetnek a másik helyi lakosokkal. Tervezzük a kiállítást ugyanúgy, mint a mézes kalács szakkörben, mert az is párhuzamosan zajlik, de ott már a végéhez közeledünk, úgyhogy mind a kettőből fogunk május vége fele egy kiállítást készíteni. Egyébként nagyon sok vidéki megkeresésünk volt, tehát hogy Dombováról, Szakcsról, Gölléből próbáltak csatlakozni, tehát mondtuk, hogy elsősorban a helyieknek próbálunk, hogy szerintem csatlakozni fogunk még az idei évben is, és akkor megpróbáljuk úgy, hogy ha fér, akkor idegen is, tehát más településre származó is jöhessen. A Nemzeti Művelődési Intézet által életre hívott szakkör foglalkozásainak célja a hagyományok továbbadása mellett a helyi közösségek erősítése. Nakon igazán jó hangulatban telnek a népi tudás megszerzésével töltött foglalkozások. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó dolog, hogyha mai fiatalok is, én se vagyok olyan idős, hogy megtanulom ezt a kosárfonást, mert nagyon tetszik a kosár. És én is úgy gondolom, hogy szeretnék csinálni magamnak, meg esetleg, hogyha közeljövőben valakinek megtetszik, tudom mondani, hogy én is csinálok ilyet. Külső látásra úgy gondolja az ember, hogy de jó, könnyű. De aztán igazándiból így menet közben rájön az ember, hogy hát nem olyan egyszerű. Papírból már fontam kosarat. Az igazándiból teljesen más, mint egy ilyen vesszőfonás, szerintem. Ő az egyszerűbb. Az önzetlen segítség jól jön a szakkör résztvevőinek, hiszen az alapok megfelelő elsajátítása nélkül hiába az álom a gyönyörűbbnél gyönyörűbb kosarak fonása iránt. A Naki Vesszőfonó szakkör résztvevői elhivatottak, hogy a kosárfonás minden csinyát, binyát elsajátítsák a foglalkozásokon, amik már most elérték céljukat, egy újabb közösség alakult a településen, akik mindannyian érdeklődést mutatnak a hagyományok iránt.